pusztító vihar, durva mínuszok, idén sem kímélte a megye gazdáit az időjárás. Súlyos vízhiány a Felső-Tisza vidékén, a tározók több helyen is kiürültek, és a talajvíz szintje is jelentősen lecsökkent az év folyamán. 800 milliós fejlesztés, bekötőút felújítás, faluház és óvoda korszerűsítés is történt idén Ömbölyben. Soha nem látott vihar pusztított idén nyáron a megyében. A gazdáknak emellett a fagyok is gondot okoztak. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A megyei agrárkamara elnöke szerint a hasonló pusztítások kivédése érdekében fontos lenne bővíteni és fejleszteni az öntözési és a jégkármérséklő rendszert. Rácz Imre a további tervek közé sorolta egy új feldolgozó üzem létrehozását is. Szinte nincs olyan év, hogy ne sújtanák fagykárok a mezőgazdaságot. Ahogy az időjárás más viszontagságai, úgy a mínuszok is sok család és vállalkozás több hónapi munkáját tudják tönkretenni. Hogy ez ne történhesse meg, a gazdák többféle növénybiztosítást köthetnek. Erre január 31-ig van lehetőségük, és ugyaneddig hosszabbíthatják meg más meglévő biztosításaikat is. Az Agrárkamara megyei elnöke arra is felhívja az ágazatban dolgozók figyelmét, hogy a gazdálkodási napló feltöltésének is most van itt az ideje, valamint az őstermelői igazolványok érvényességére is érdemes odafigyelni. Nagyon fontos, hogy aki 2019-re még nem érvényesítette az őstermelőjét, mert abban hiszem be van, hogy 3 évre megérvényesítette, de valamilyen árut akar leadni még az idén, vagy esetleg a dohányosok esetében, akik január 3-án vagy 4-én az év első napjaiban akarnak leadni, azok a sorbanállás elkerülése véget már most decemberben is megtehetik ezt, és akkor nem akkor, amikor már ott a dohánygyár előtt, a beváltó előtt vannak, akkor jut eszébe, hogy nem érvényesítette meg az őstermelőit, azoknak felhívjuk a figyelmet, hogy még most megtehetik. Rácz Imre az elmúlt évre visszatekintve a június 27-i megyénket sújtó hatalmas vihart emelte ki, amely elsősorban Kisvárda, Ajak, Pusztadobos és Nyírmada térségében okozott jelentős károkat a mezőgazdaságban. A helyenként 130 km/h szél egész erdőket tarolt le, mint fogalmazott, még az öregek sem éltek át ilyet korábban. A kamarai elnök a rendkívüli időjárási elemek kivédése érdekében még fontosabbnak tartja az öntözési és a jégkármérséklő rendszer bővítését, fejlesztését. A szakember emellett a gyümölcstermesztőket érintő tervekről is beszélt. Az elkövetkezendő időszaknak a feladata még számomra vagy célként kitűzve az, hogy ezek a rossz közhangulatban lévő gyümölcstermesztőknek azt az álmát meg tudjuk valósítani, hogy mégiscsak egy feldolgozó üzemet össze tudjunk hozni. Már most több elképzelés van. A kormány szerintem, ha egy értelmes ötlettel oda tudunk állni, amiben a gazdálkodóknak a megyében nagyobb része megtalálja számítását, akkor támogatni is tudná. Mint hozzátette, ehhez előbb a gazdáknak kell összefogniuk, az együttműködés megteremtésében pedig az Agrárkamarának is szerepet kell vállalnia. A megyei szervezet további célja, hogy a jövő évben is segítse mintegy 40 ezer tagját az őket megillető támogatási pályázatok precíz beadásában. Nagyon súlyos vízhiány volt 2019-ben a Felső-Tisza vidékén. A tározók több helyen is kiürültek, és a talajvíz szintje is jelentősen lecsökkent az év folyamán. Erre felkészülve az illetékes vízügyi igazgatóság vízvisszatartási és vízpótlási tervet készített, melynek köszönhetően több mint 13 millió köbméter vizet sikerült a rendszerekbe visszajuttatniuk. Ezeken a kameraképeken a Felső-Tisza különböző szakaszai láthatók november végén. A Feti vízig igazgatója éppen azt mutatja, hogy sok helyen még a meder kövezése is kilátszik, annyira alacsony a Tisza vízállása. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően azonban olyan rendszereket alakítottak ki, amelyek egy árvízből visszatartott vízmennyiség segítségével javíthatnak az ilyen vízhiányos állapotokon.
Nagyon súlyos vízhiány jellemzi a Felső-Tisza vidékét az utóbbi években, így van ez 2019-ben is. Több tározó teljesen szárazon van, nem tudtuk feltölteni, illetve vészesen kis vízmennyiség van benne. Lehet említeni például a Vajai tározót, ami nagyon komoly természetvédelmi érték is egyben. Nagyon kevés víz található benne, veszélyes a helyzet. Nagyon nagy probléma, hogy a talajvízszintek is lesüllyedtek. A területünkön a szokásos átlaghoz képest 130 cm-rel vannak mélyebben a talajvízszintek. Több talajvízkútban az eddig észlelt legkisebb vízszint alá is kerültek ezek a vizek. Ez komoly gondot jelent, a rétegvizek csökkenése is elkezdődött, illetve hónapokon keresztül a folyóinknak a vízszintje a valaha észlelt legkisebb vízszint közelében tartózkodott. Ez igaz a Tiszára is, a Szamoson pedig megdőlt az eddigi legkisebb vízszint, tehát azt is alulmúlt a vízállás. Ez vízkészlet gazdálkodási szempontból nagyon komoly problémát jelent, tette hozzá Bodnár Gáspár. A Feti vízig erre felkészülve már év elején elkészítette az éves vízvisszatartási és vízpótlási tervét. Ez azt jelenti, hogy 140 belvízelvezető csatornán, több mint 200 helyen tartottuk vissza a vizeket, hogy ne folyjon le hasznosítatlanul, hanem maradjon a mederben, és ezáltal is próbáljuk a felszíni vizeket megtartani, illetve a talajvízszintet is szabályozni, magasabb szinten tartani. Segített a vízkészlet gazdálkodásban a tavaszi árvizeknek a sorozata, minden folyón kisebb árvizek vonultak le. Ennek kapcsán a tározókat próbáltuk feltölteni, azokat a zsilipeket, amik rendelkezésünkre álltak, a Tisza és a Szamos töltésein megnyitottuk és vizet vezettünk be. Például a két nagy árvízi tározó vízberesztő műtárgyát is megnyitottuk, a Berekben is komoly vízmennyiséget juttattunk, illetve a Szamos hasznaközi tározó zsilipjén keresztül is. Összesen ezekbe a rendszerekbe több mint 13 millió köbméter vizet sikerült így a tavaszi árvizekből kijuttatni. A vízgazdálkodási terveknek köszönhetően összesen ezekben a rendszerekben több mint 13 millió köbméter vizet sikerült a tavaszi árvizekből juttatniuk a Feti vízik szakembereinek, amellyel enyhíteni tudták az évközben jelentkező súlyos vízhiányt. 800 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezett idén Ömbölyre. Többek között megújult a faluház, korszerűsödött a bekötő út és felújították a helyi óvodát is. A településről ebben az évben 41 lakos költözött el. Az önkormányzat legfontosabb és egyben legnehezebb feladata a népesség helyben tartása. Ennek érdekében a jövőben letelepedési támogatást kínálhatnak majd a családoknak. Könnyen megközelíthetővé vált Ömbölj ebben az évben. December közepén átadták a felújított 49-133-as bekötőutat. Ezt a két sávos 5 kilométeres szakaszt a Magyar Falu program forrásaiból, mintegy 480 millió forintból korszerűsítették. Erre a beruházásra 4 évtizedet várt a település, végül idén sikerült megvalósítani. Ha a fejlesztéseket veszi számul a polgármester, akkor úgy nyilatkozott, rendkívül eredményes évet zár Ömbölj 2019-ben. Belterületi utat, temető felújítás, és akkor nyilván ez a 49-133-as út, ami faluházat is felújítottuk. Összességében egy 800 millió forint értékben. Én úgy gondolom, egy ilyen kis település szempontjából nézve ez nem rossz eredmény. Az év elején közel 60 millió forintból megújult és bővült a Nyírbélteki Gyöngyszem óvoda, Ömbölyi tagintézménye. Ennek köszönhetően azok a gyermekek, akik ide járnak, már akkor igényeinek megfelelő óvodai nevelést kaphatnak. A tornaszoba kiépítését egy terület és település fejlesztési operatív program forrása biztosította. Korábban már az intézmény működését is veszélyeztette a tornaszoba hiánya. Ebből az összegből nem csak ezt a szobát építették ki, az egész épület energetikai korszerűsítése is megtörtént Ömbölyön. Az önkormányzat legnehezebb feladata a népesség megtartása, közölte Trefán Gábor polgármester. Ebben az évben 5-3 gyermekes és 4-2 gyermekes család is elköltözött Ömbölyről, ezzel gyakorlatilag lefeleződött a gyermeklétszám, illetve a 41 elköltözött fővel 475 főre csökkent a lakosságszám. Próbálnánk vagy letelepedési támogatást, vagy első lakáshoz jutó, de inkább a letelepedési támogatás lesz, ami talán egy kicsit nagyobb összegre gondoltunk tervezetben, amit
amit még el is bír a költségvetésünk. De ez évi 1-2-3 telepedő számára tudunk majd esetleg. Szóval ezek apró léptékben fog működni. Sajnos jönnek-mennek az emberek. És meg is értem, mert azok a kedvezmények, lehetőségek, amit városon teljesen más, mint ilyen kis településen. Nincs hitel, illetve ami hitel van most, a két gyerek és 1.400.000 forint környékén van a csók, ehhez körülbelül ennyi hitelt kapna. Ebből nem sok mindent lehet csinálni, az az igazság. A település a Magyar Falu programban több lehetőségre is pályázott, 4 fejlesztési forrásban bíznak. A 13 éves falugondoki busz szeretnék lecserélni, de fontos lenne a ravatalozó felújítása, illetve eszközbeszerzésre és belterületi utak felújítására is adott be pályázatot az Ömbölyi önkormányzat. A szilveszteri tűzijátékozás veszélyeire figyelmeztet a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A 3-as kategóriába tartozó eszközöket december 28-a és december 31-e között lehet beszerezni az engedélyezett árusító helyeken, használata pedig szilveszter este 6 órától az új év reggeléig lehetséges. Petárdázni idén is tilos. A tűzi játékozás már régóta bevett szokás az óév búcsúztatása és az új év ünneplése kapcsán. Nem árt ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy a balesetek elkerülése érdekében biztonságosan használjuk ezeket a pirotechnikai eszközöket. Tűzi játékot vásárolni az engedélyezett helyeken lehetséges. Arról pedig, hogy mely árusító helyek kapják meg az engedélyt, a rendőrség és a katasztrófavédelem dönt. Pirotechnikai termék gyártását, felhasználását, forgalmazását, illetve tárolását a tevékenység helye szerinti illetékes rendőrfőkapitányság engedélyezi, azonban az engedélyezési eljárásban részt vesz a katasztrófavédelem is szakhatóságként. A megyében november vége, december eleje óta zajlanak már ezek az engedélyezési eljárások, az árusító helyeket pedig december 28 és 31-e között ellenőrzik a katasztrófavédelem szakemberei. Ezeken az ellenőrzéseken megvizsgálják, hogy az adott árusító hely vagy konténer megfelelően van-e lehelyezve, az árusító személyzet rendelkezik-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, és hogy rendelkezésre áll-e megfelelő tűzoltó készülék, illetve oltóvízforrás. Szilveszter éjjel országos szinten tucatnyi helyszínre érkeznek a mentők, amiatt mert sérülést okozott egy-egy tűzijáték. Kevésbé súlyos esetben csak a készfej roncsolódik, azonban akár az egész kar is leszakadhat egy nem megfelelően rögzített, vagy rossz ütemben elsütött eszköz által. Pirotechnikai termék felhasználásakor figyeljünk arra, hogy mindig a használati utasításban előírtaknak megfelelően használjuk az adott terméket. Figyeljünk arra, hogy a csomagolás, illetve a burkolata ezeknek a termékeknek ne legyen sérült. Mindig olyan helyről indítsuk, ahol az biztonságos. Értem ez alatt azt, hogy ne indítsuk villanyvezeték épület mellől, illetve fa alól. Soha ne irányítsuk ember, épület vagy állat felé azt a pirotechnikai terméket, rakétákat, ne pezsgős üvegből, illetve vastűből indítsuk, hanem a rendeltetés szerint használjuk őket. Fontos tudni, hogy a szilveszterkor engedélyezett 3-as kategóriájú tűzijátékok december 31-e este 6 órától, január 1-e reggel 6 óráig használhatóak. A fel nem használt tűzijátékokat pedig január 5-ig kötelesek visszavinni a vásárlók az árusítóhelyre. Petárda árusítása és használata idén is tilos. Nyereséggel zárta első üzleti évét a Hotel Pangea, amely 2019-ben 2 díjat is elnyert. A céges rendezvényeknek és konferenciáknak is rendszeresen helyet adó szálloda az új évben is készül fejlesztésekkel. Új játékok kerülhetnek a pihenőkertbe, és az éttermet is kicsit átalakítják. Hamar a családok kedvelt szállodájává vált a sóstói Pangea Hotel. Nyára jellemzően 4-5, évközben 2-3 éjszakára érkeznek ide a vendégek. Sokan az állatpark közelsége miatt választják ezt a szálláshelyet. Főleg főszezonon kívül sok üzletember is felkeresi a Pangeát, többen közülük a megyében működő külföldi gyárak szakemberei. Számukra speciális csomagot kínál a szálloda, amely 2019-ben 2 elismerést is bezsebelt. Egy ingatlan fejlesztési díjat, több szálloda
előtt hoztuk el ezt Budapesten, ez a FIAPCI magyar tagozatának a díja volt. 6 szálloda indult a szálloda kategóriában, és a Hotel Pangea nyert. Egyébként csak érdekességként jelzem meg, hogy több kategóriában összesen 30-an pályáztak, és mi voltunk az egyetlen vidéki, aki nyert, egyébként fővárosi ingatlanfejlesztések győztek. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközi versenybe is elindulhatunk. A másik elismerés a szállás.hu szavazása volt, amelyen másodikak lettek a 70 szoba alatti szállodák kategóriájában a látogatók voksai alapján. A Pangea céges rendezvényeknek és szakmai eseményeknek is otthont adott 2019-ben. Konferencia termének köszönhetően ezek megrendezésére is lehetőség van. A 2018-as nyári szezon végén megnyitott hotel nyereséggel zárta első üzleti évét, azért pedig, hogy ez a folytatásban is így maradjon, több fejlesztéssel készülnek az új esztendőben. Nagyon kedvelt a pihenőkert, újabb fejlesztések lesznek, ott játékok a jövőt illetően, meg a dínós játszótér, az mindenképpen fontos, illetve a házba is apróbb érdekességeket tervezünk. De hát még ez egy egyéves épület, úgyhogy őszintén szólva még nagyon sokan nem látták, és sokaknak így is újdonság lesz, de átalakítjuk az éttermet egy picit. Ahogy praktikum kívánja, ahogy látjuk most már a látogatóink igényeit. Mint az igazgató elmondta, az utcán sétálók közül is egyre többen jönnek be például meginni egy kávét, megebédelni, vagy csak szétnézni az impozáns épületben. Az itt megszállt vendégek pedig szeretnek hozzájuk visszatérni, ami véleménye szerint nem csak a különleges hangulatnak és környezetnek, hanem az itt dolgozóknak is köszönhető. A 7. helyen várja a tavaszi folytatást a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó MB2 tabelláján. A Spari 10 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 9-szer szenvedett vereséget. A felkészülés január 6-án kezdődik, 17-én pedig 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a Lengyel Roland által irányított együttes. Ahogyan az már megszokott, a Nyíregyháza Spartacus azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy harcban legyen a feljutásért. A szezon elején váltogatták egymást a győzelmek és a vereségek, aztán hullámvölgybe került a csapat. Nem jöttek a pontok, a Spari egyre lejjebb csúszott a tabellán, a vezetők pedig úgy döntöttek, hogy megköszönik Zorán Spisiák vezetőedző munkáját. Beugróként Lengyel Roland vette át a szerepkört, majd a bajnokság végéig bizalmas szavazott a szakembernek a vezetés. Ő élt is a bizalommal, sorozatban 6 meccsen győzött a Nyíregyháza, ami így a dorogi évzáró siker követően 10 győzelemmel, egy döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen áll az NB2 tabelláján. Két fordulópontja volt ennek a 6 mérkőzésnek. Az első az biztos, hogy a szegedi mérkőzés. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt, ugye utánpótlás játékosokkal is fel kellett tölteni a keretet, nagyon sok sérült volt, eltiltott, de nagyon jól reagáltak igazából a játékosok. Azt mondtam nekik, hogy bármelyik csapattal lépünk pályára, hazai pálya mindig a győzelem a legfontosabb, és győzelmi eséllyel tudunk pályára lépni. Ez is látszik, azért elég erős a keretünk. Nagyon szépen és nagyon fegyelmezetten lehoztuk azt 3-0-ra a mérkőzést. Utána volt egy hét szünet, és utána utaztunk Szolnokra, az volt a másik fordulópontja. Szolnokon azért nem nagyon szoktunk győzni járni egyébként, és azt mondtam a csapatnak is, hogyha azt meg tudjuk nyerni, akkor valószínű, hogy a hazai mérkőzéseket már lendületből be fogjuk darálni. Ez így is történt, Váci meccs nyögvenyelősen, de itthon tudtuk tartani a 3 pontot, a Csákvárnál, mert azért helyenként jó játszott a csapat, ott is 3 pontot szereztünk, majd érkezett hozzánk a Budaörs, amikor már a játékra se lehetett panasz, teli önbizalommal voltak a játékosok, nagyszerű mérkőzés játszottunk, 4-0-ás győzelmet arattunk hazai pályán. A vezetőedző szerint a szerkezetváltásnak és a csapategységnek egyaránt szerepe van abban, hogy zsinórban 18 pontot sikerült szerezniük. Az bebizonyította a csapat, hogyha kellett, akkor sárfociba, kellett harcolva, ha kellett futballozva, nagyon egységesek voltak, mentálisan nagyon erősek voltak, és ez vezetett igazából a sikerhez. Ugye változtattunk egyébként a játékrendszeren, és megpróbáltunk egy olyan stílust, egy olyan játékrendszert kitalálni a csapatnak, ami,
amiben eredményesek tudnak lenni, a megfelelő játékosokat a megfelelő posztra rakni. Ezt megértették, tudtunk rotálni is egyébként, ezt is nagyon jól fogadták a játékosok, és ez igazából megvannak az egyéniségeink, akik eldöntik mostanában mérkőzéseket, de a győzelmeket azokat a csapat nyeri meg, és ezt nagyon jól fölfogták a játékosok, és ők nagyon szervezetten és csapatként tudták lehozni ezt a 6 mérkőzést. A Spari január 6-án kezdi a felkészülést, 17-én pedig 10 napos edzőtáborba utazik a csapat. A tavaszi idény február 2-án rajtól a nyitófordulóban a Soroksárt fogadja Lengyel Roland együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Soha nem látott vihar pusztított idén nyáron a megyében. A gazdáknak emellett a fagyok is gondot okoztak. A megyei agrárkamara elnöke szerint a hasonló pusztítások kivédése érdekében fontos lenne bővíteni és fejleszteni az öntözési és a jégkármérséklő rendszert. Az ágazatban dolgozók emellett biztosítások megkötésével is védekezhetnek. Rácz Imre a gazdálkodási napló feltöltésére és az őstermelői igazolványok érvényesítetésére is felhívta a figyelmet. Nagyon súlyos vízhiány volt 2019-ben a Felső-Tisza vidékén. A tározók több helyen is kiürültek, és a talajvíz szintje is jelentősen lecsökkent az év folyamán. Erre felkészülve a vízügyi igazgatóság vízvisszatartási és vízpótlási tervet készített, melynek köszönhetően több mint 13 millió köbméter vizet sikerült a rendszerekbe visszajuttatniuk. A tervek szerint letelepedési támogatást ad az önkormányzat az Ömbölybe költöző családoknak. A polgármester szerint ez lehetne a megoldás a népesség megtartására. A beruházások is segíthetnek, csak ebben az évben 800 millió forintot kaptak különböző fejlesztésekre. Többek között megújult a faluház, korszerűsödött a bekötőút és felújították a helyi óvodát is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 27-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!